Köszöntöm Önöket! Mai műsorunkban is érdekes témákkal számítunk nézőink figyelmére. Nézzük a tartalmat már is röviden. Mai műsorunkból. Bonyodalmat keltett az elszámlázás bevezetése Romániában. Komoly következményekkel jelentkezhet a pánikbetegség. Kit szerettél, Madács? A Bekecstánc Színház előadására látogattunk. Filmajánló a Mozizomban. Az új év beköszöntével újabb intézkedésekkel bonyolította a kormány mindennapi pénzügyeinket. Nem telt el még sok idő azóta, hogy jelentős mértékben visszaszorították volna a készpénzfizetést, amelyről végül lemondtak. Most az elszámlázás bevezetése okoz meglehetősen nagy bonyodalmat. És mivel ez nem csak a vállalkozókat és cégvezetőket, hanem nagyon sok hivatalnokot és irodai alkalmazottat is érint, ezért úgy döntöttünk, hogy mi is foglalkozunk a témával. Ma esti vendégünk Fábián István közgazdász, akit online kapcsolunk. Köszöntelek a Mozaikban. Jó estét, köszöntelek. Miben áll az elszámlázás lényege, és hogyan működik, vagy legalábbis kellene működjön? Hát ugye ez az elszámlázás, ez gyakorlatilag arról szól, hogy minden egyes számlát legalábbis ezelőtt már egy jó évvel is be volt vezetve, hogy az, ami állami intézménnyel kapcsolatos tranzakció volt, vagy ugye egy gazdasági esemény, akkor ezeket le kellett jelenteni az adóhivatalnak, az ANÁF-nak, és hát akkor ezeket a számlákat fel kellett tölteni. Na most már, most január 1-től ez ugye kibővült, mert hogy most már minden gazdálkodó egység, amely egymás között, tehát a B2G számlák, vagy B2B számlák is most már fel kell kerüljenek az ANÁF-nak az oldalára, és hát ehhez hoztak létre egy úgynevezett CPV-t, vagy Spatio Privat Virtual, ahová be kell jelentkezzen minden egyes gazdálkodó egység, és ide ők fel kell töltsék ezeket a számlákat. De mégis miért vezették ezt be? Miért volt erre egyáltalán szükség? Miért nem volt jó úgy, ahogyan eddig volt? Ez most már fejlettebb országokban, tehát az európai országokban ez már működött, és hát ez valójában az adóhivatalnak egy nagyobb ellenőrzési lehetőséget ad annak érdekében, hogy ugye ki tudják szűrni például az adócsalást, és hát más országokban ez nem jelentett ekkora problémát, ugyanis két okból, elsősorban azért, mert hogy ott nem volt probléma az, hogy feltöltsék ezeket a számlákat technikai szempontból. Itt ugye küszködnek számítógépkezelési nehézségekkel, nem mindig működik. A mai nap folyamán is volt, hogy ez a felület ez nem működött és lefagyott, tehát nem lehetett a számlákat feltölteni. Másrészt ugye nem volt semmi rejtegetni valója más országoknak, és hát ezért sem jelentett ekkora gondot feltölteni ezeket a számlákat. Na itt most már ugye azokban az esetekben, ahol mondjuk számla nélkül történt a kereskedés, akkor itt most rá lesznek kényszerülve arra, tehát fehéren dolgozzanak, tehát hogy most már nem lesz arra lehetőség, hogy olyan számlát adjanak ki, vagy esetleg ne adjanak ki számlát, amit utólag majd ugye lehetne módosítani, mert hogy rengeteg olyan taktika volt, amivel lehetett a számviteli adatokat módosítani annak érdekében, hogy valaki kevesebb adót fizessen évvégén, ezért kiállítottak bizonyos számlákat, amelyeket majd utána töröltek, semlegesítettek, stornóztak, úgyhogy most már erre nem lesz lehetőség, hogyha ezek mind az adóhivatalnak és az adóhatóságoknak a kezében lesz. Minden esetben alkalmazni kell-e az elszámlázás szabályzatát, vagy vannak azért kivételek? Gondolok itt például azokra, akik a végső fogyasztóknak számláznak, vagy akik egy bizonyos érték alatt számláznak, vagy akik például nem áfa fizetők. Néhány példát mondtam csak. Tehát ez elsősorban minden olyan gazdálkodó egységre vonatkozik, aki ugye egymással tranzakcionál, tehát elsősorban B2B, tehát business to business számlák,
az állami szektorral, ami már eddig is működött, az állami szektornak számláznak, akkor ezeket már ezelőtt is fel kellett tölteni, és ezután ugyanúgy. Illetve végső fogyasztók esetében ott nagyon sok kivétel van, sőt, inkább kisebb az a kör, amit fel kell tölteni. Itt a vakációs jegyekkel kapcsolatos számláknak van egy része, amit fel kell tölteni, de hogy ez nem érinti annyira a végső fogyasztókat. És hát ugye kevés az az eset, ahol a végső fogyasztó számlát kap, mert hogy nem szabad összekeverni a nyugtát vagy a pénztár blokkot a számlával. A számlának a számviteli jelentősége az, hogy egy kötelezettséget jelentő bizonylatként jelenik meg, míg a nyugta az magát a kifizetést tudja biztosítani, mármint azt támasztja alá, hogy megtörtént a kifizetés, és hát itt mi csak és kizárólag a számlákról beszélhetünk, ezeket kell feltölteni, nyugtákat nem. Ezek mellett van egy egyszerűsített számla, vagy románul ez a factura simplificata, amit hogyha meghaladja az értéke a 100 eurót, akkor kell a CPV-be feltölteni, ellenkező esetben ezt sem kell feltölteni. A szabályzat amúgy január 1-től vált kötelezővé, ennek megfelelően már jóval korábban fel kellett volna készülni erre. Véleményed szerint ez milyen mértékben történt meg, illetve szerinted melyek a legnagyobb hiányosságok? Hát jelenleg a felületnek a kezelése az egy elég nehéz kis folyamat. Vannak olyan ERP rendszerek, olyan információs rendszerek, vagy specifikusan megírt szoftverek, amelyek direktben kommunikálnak az ANAF-nak az adatbázisával. Ezekben az esetekben egyszerűbb ez a feltöltés, mert hogy akkor egy barátságosabb felhasználói felülettel találkozik a felhasználó, de az, aki mondjuk egy kisebb vállalkozó, nincs informatikai rendszere, hanem talán egy egyszerűbb könyvelési programban dolgozik, vagy ugye olyan esetek is vannak, ahol egy vállalkozónak egy külsős könyvelője van, és ez is egy problémát okozott, hogy akkor most kinek a felelőssége feltölteni, a könyvelője, vagy pedig a gazdálkodóé, hogy ezek megtörténjenek. És hát ugye abban az esetben, amikor fel kell tölteni ezeket a számlákat, akkor van egy elég macerás folyamat, amin végig kell menni, ahol kell konvertálni bizonyos fájltípusok között, PDF-ből, XML-be, azok, akik könyvelők, azok most biztosan, hogy már rettegnek, amikor hallják ezeket a konvertálásokat, és hogy ezzel kell dolgozni. És hát ugye ez nem utolsó sorban informatikai tudást is igényel, ami talán nem tűnhet annyira igazságosnak, hogy ugye feltétele most már annak, hogy gazdálkodni tudjunk, hogy az informatika világában is jártasak legyünk, úgyhogy ez lehet még egy nehézség. Valójában a szerver, ők azt mondják, hogy működni fog, és ugye a pénzügyminiszter azt nyilatkozta, hogy ők megbírnának napi akár 1 millió számlát is, hogy felkerüljön az ők rendszerükbe. Ez még nem érte el ezt a számot, tehát a gyakorlatban még éppen ennyire nem ügyeskednek a gazdálkodók, de már voltak problémák. Úgyhogy elég szkeptikusan kezelik ezt a kijelentését a pénzügyminiszternek, hogy ezt ők be tudják fogadni és fel tudják dolgozni, viszont a jövőben ezt majd meglátjuk, hogy hogyan is fog működni, egyelőre elég nehézkesen. Az elszámlázás rendszere amúgy hivatalosan január 1-én életbe lépett, de úgy tudom, hogy van egy türelmi időszak, azaz bírságolni csak néhány hónap elteltével fog az adóhatóság. Mégis mit kockáztat az, aki nem alkalmazza az elszámlázás rendszerét, és visszamenőleg bírságolhat-e az adóhatóság? Sajnos fél percünk van csak erre a válaszra.
Egyelőre nem tudom, hogy visszamenőleg fognak-e bírságolni, ugye július 1-jéig van ez a türelmi időszak, addig elméletileg ez egy tanulási fázis, hogy akkor mindenki hozzászokjon ehhez a rendszerhez, és azután majd bizony elég komoly szankciók fognak következni, és hát ezért is aggódnak a könyvelők, hogy ez a fél évnyi időszak, vagy 6 hónapnyi időszak, ez elég lesz-e ahhoz, hogy gördülékenyen menjen mindenkinek ez a rendszer, és hogy hozzászokjanak. Úgy gondolom, hogy maga ez az oldala, hogy van egy ilyen türelmi időszak, ez egy nagyon jó lépés volt, ugyanis rengetegen kell ezt használják, egy hatalmas nagy lépés, aminek ugye informatikai háttere van, azt is fel kell azt az infrastruktúrát építeni, és nem utolsó sorban a felhasználóknak is ehhez hozzá kell szokni. Ez egy nagyon jó lépés volt, és hát remélhetőleg július 1-jéig majd mindenki megtalálja a megfelelő módszert ahhoz, hogy tudja működtetni ezt a felületet. Kíváncsian várjuk, hogy ezen a területen akkor mi lesz a folytatás, mi történik még ilyen. Köszönöm szépen a beszélgetést, és boldog új évet kívánok! Köszönöm én is! A Bekecs Táncszínház táncszínházi és néptáncos produkciói mellett időnként prózai központú előadásaival is elkápráztatja közönségét. Két világ közé hajítva, melyikhez nyújtsam jobban, nem tudom. Ezt a Madács idézetet választották az alkotók a Kit szerettél Madács című előadás mottójának. A produkció örökérvényű történetet dolgoz fel, anyós és menny ellentétét, ellenségességét és a köztük tétovázó, mindkettőt szerető férfit, tehetetlen fájdalmát. Így élt és alkotott a magyar irodalom egyik ikonikus alakja, Madács Imre. Az előadást Györfi Csaba rendezte. Boldogok is, akik elkísértek, mert kísérletképpen nem lehetett tenni sehová, akkor sem, máskor sem. Madács Imre életének két legfontosabb női szereplője, az író kizárólagos szeretetéért vívta csatáit. Édesanyja Majtényi Anna és felesége Fráter Erzsébet, anyós és menny teljesen különböző világa folyamatosan egymásnak feszült. Kettejük ellentéte, ellenségességek között a szelíd, ám mindkettőjüket egyaránt szerető író felőrlődött. Ezt a madácsi élettörténetet meséli el közönségének a Bekecs Néptánc Színház legújabb Kit szerettél Madács című előadásában. Régóta gondolkodunk Benő Barna Zsolttal, az igazgatóval, hogy jó lenne egy olyan prózai alapú előadást készíteni, ami egy picit a újdonság a Bekecs történetébe is, és esetleg újdonság lehet a Marosvásárhely környéki nézők számára is. Az alapötlet az Kien Ilkától származik, aki játszik is az előadásban. Ő adott olyan anyagokat számomra, olyan kapukat nyitott ki, amiben egyből első olvasat után beleszerettem, és azt éreztem, hogy ezzel a problematikával, tematikával nekünk dolgunk van, dolgunk lehet. Nagyon fontos, hogy az alap az két monológ, tehát hogy két monodráma, amit T. Pataki Lászlótól kölcsönöztünk és gyúrtunk egy anyaggá, tehát hogy ez adja az előadás alapját igazából, és ez a két monológ vezet végig minket azon a történeten, ami nem akar feltétlenül a kezdetektől eljutni a halál pillanatáig, viszont olyan problematikákat, olyan életstációkat mutat a két nőről és Madács Imréről, ami talán a legfontosabb pillanatait mutatja meg, és ezt próbáltuk megfogni az előadásban is. Mindkét nő tisztán szeretne az Úr elé állni, ezért számot vetnek életükkel, keresik a megnyugvást. Tetteik mozgatórugóit, legbensőbb gondolataikat, érzéseiket, életük meghatározó eseményeit tárják fel az előadásban. De szembesülünk ezeknek Madács Imre életére gyakorolt hatásaival is. A két nő közti ellentét azon alapszik, hogy mind a ketten birtokolni szeretnék Madács Imrének a kizárólagos szeretetét. És nem tudják elviselni, hogy ennek az embernek nincs más választása, mint hogy mind a két nőt szeresse, hiszen az egyik az anyja, a másik a felesége. Ezek a küzdelmek pedig eltávolítják mindkettőjüket Madács Imrétől. És a versen írta meg, hogy lecsatázzunk.
Kinek csatázzon? Hol ne csatázzunk, amikor csatatérnénk, amikor egymás a szemben értünk, én és a nagyasszony, és ott volt köztünk Imre, aki nem szól semmit. Inkább az előadás után egy olyan érzés fogalmazódik meg mindig bennem, hogy azért sokat változott a világ. És azért, ha valaki meg akar állni a saját lábán, meg tud állni, hogy már nem annyira kiszolgáltatott egy nő, mint amennyire kiszolgáltatott volt akkor, hogy már nem annyira egy kézben összpontosul egy családnak az irányítása, mint ahogy akkor. Hogy ez jó is, rossz is, elveszítette a szülő ezt a mindenható hatalmát a gyerek felett. Talán az a legizgalmasabb pontja számomra előadóként, mert most inkább erről beszélnék egy kicsit, ahogy a két nő között ez az ember élt, és ahogy tudott alkotni, vagy hogy tudhatott alkotni, és hogy jutott el odáig, hogy megszülessen az ember tragédiája ebben a nyomásban és ebben a szorításban, amit a két nő kapcsolata jelenthetett számára. A közel 200 éves Madácsi élettörténet aktualitásából mit sem veszítve szólítja meg nézőit. Olyan örökérvényű kérdéseket vet fel, amelyekre a ma embere is gyakran megoldásokat keres. Nagyon-nagyon kellemes tapasztalataink voltak. Volt már olyan előadásunk, ami diákoknak szólt. Fel voltunk készülve, hogy na, akkor itt zsizsegés lesz, és telefon lesz, és hát mit érdekli őket, Madách Imre is egyáltalán. És mély csendben nézték végig az előadást, úgyhogy sikerült eljutni hozzájuk, és megérintette őket ezeknek a karaktereknek. Majd Tényi Annának a saját igazsága, ami szerint végigélte az életét, Fráter Erzsébetnek a szenvedése, a küszködése, és mindezek között Madácsnak a vívódásai. Úgyhogy azt hiszem, hogy sikerül a mai nézőnek is megtalálni benne önmagát. Manapság igen gyakran hallunk arról, hogy valaki szorong, erős félelemérzettel küzd. Sokszor nem tudja, hogy mindez mitől, miért van, csak azt tapasztalja, hogy változó intenzitással tör fel benne a félelem, amelyhez többek között erős légszomj vagy szívdobogás is társul. Sokan már az első hasonló tüneteknél pánikbetegségről beszélnek, azonban, mint minden, máskor esetében itt is meg annyi szempontot kell figyelembe venni ahhoz, hogy biztosak legyünk abban, hogy valóban pánikbetegséggel kell szembenéznünk. A témáról hamarosan szakorvossal beszélgetünk. A rovatot a Gedeon Richter Románia támogatta. Vendégünk a stúdióban dr. Benedek Orsolya, pszichiáter, szakorvos. Köszöntöm a Mozaikban. Jó estét! Pszichiáterként hogyan határozná meg közérthetően? Mi a pánikbetegség? A pánikbetegség az egy ilyen nagyon erős, spontán, úgy tűnhet, hogy megmagyarázhatatlan okból előálló ilyen szorongási roham, és mindig társul hozzá egy nagyon erős félelem, halálfélelemig elfajulhat, vagy félelem attól, hogy a szenvedő szívrohamot kap, vagy megőrül, és konkrétan ezek szoktak lenni a fő félelmek, és emellett testi tünetek is jelentkeznek, amik így becsapósak, mert sokféle betegségben megjelenhetnek, mint például nagyon magas pulzus, szédülés, ájulás, légzési nehézség. Ezekről a tünetekről picikét később még beszélni fogunk, de mindenképpen megkérdezném, hogy mennyire gyakori térségünkben a pánikbetegség, és milyen mértékben mutat növekvő tendenciát? Hát Európa szinten nézve úgy általában a fejlett országokban magasabb a pánikbetegségnek a százaléka, úgy általában 1 és 3,5, 1 és 5 százalék között van változó,
viszont a szorongásos zavarok azok akár 20%-ot is érinthetik az embereknek, és pánikroham, vagy nagyon-nagyon erős szorongás az bármelyikünk élete során felléphet igazából. Nyilván, elég csak arra gondolni, hogy mondjuk egy nagyon nehéz vizsga előtt állunk, és akkor igazából bárkinél jelentkezhet ez. Melyek, és akkor most beszéljünk a tünetekről, melyek a pánikbetegség tünetei, és honnan tudhatjuk azt, hogy pánikbetegek vagyunk, és nem valamilyen más szorongással kapcsolatos betegséggel összefüggésben szenvedünk ezektől a tünetektől? Igen, ez elég komplex. Először fontos kizárni a szervi megbetegedéseket, mert de általában egy ilyen roham során, hogyha egy nagyon erős roham van, akkor sürgősségi osztályon jelentkeznek sokan, és ez nagyon, nagyon jó, mert ki kell zárni bizonyos kardiológiai megbetegedéseket, mert utánozhat szívinfarktust, ki kell zárni, mert nyilván fontosabb rájönni, hogy különböző endokrinológiai betegségeket előállhat, alacsony vércukorszint következtében, valamint bizonyos epilepszia, temporális epilepszia formájában is. Ugyanakkor előállhat különböző gyógyszerek hatására, szerhasználatkor, alkohol megvonásban, tehát nagyon komplex, ezeket mind ki kell zárni, és utána gondolkozhatunk a pánikbetegségen. Pánikbetegség vagy pánikrohamon. Mondjam el akkor a tüneteket. Akár igen, tehát a pánikbetegségnek a konkrét tünetei. Igen. Sokféle lehet, és másképpen jelentkezhet mindenkinél, akkor diagnosztizálunk, vagy igen, diagnosztizálunk pánik rohamot, amikor legalább 4 tünet jelentkezik, hát van a torokban gombóc érzés, légzési nehézség, légszomj, magas pulzus, ájulás érzése, gasztrointesztinális panaszok, hányinger, stb. Remegés, izzadás, megemelkedhet egy kicsit a testhőmérséklet is, és amik ilyen érdekesebbek, úgynevezett derealizáció, depersonalizáció, elmagyarázom, mit jelent. Egy nagyon erős roham során addig elmehet a pánik érzése, ameddig előfordulhat például, hogy aki a pánikrohamot elszenvedi, egy olyan érzést kap, mintha a keze nem az övé lenne, vagy mintha körülötte a világ azt nem ismeri fel, hogy hol van, tehát hogy teljesen elszakad, és teljesen így végül is így magába izolálódik, mert akkora a stressz abban a pillanatban. Több alkalommal említettük itt a beszélgetésünk során már a pánikbetegség szót, illetve a pánikroham szót. Mikor válik egyértelművé, hogy nem egy pánikrohamról beszélhetünk, hanem megbetegedett a páciens? Pánikbetegség vagy pánikzavarról beszélhetünk akkor, amikor mondjuk egy hónap során több alkalommal jelentkezik. Ez a roham? A roham többszörösen jelentkezik. Van egy roham, az még nem azt jelenti, hogy valaki pánikbeteg. Hogyha többszörösen jelentkezik ez a roham, és folyamatosan fennáll a félelem, ami nagyon specifikus erre a zavarra, hogy egy pánikroham után fennmarad egy ilyen állandó félelem, hogy mikor jön a következő. Ehhez azt társul, hogy az embernek a viselkedése megváltozik, ilyen kerülő viselkedései lesznek, amik nagyon hátrányosak a funkcionálására a mindennapi életben. Elfajulhat egészen agorafóbiáig, ami azt jelenti, hogy fél kimenni nyílt terekre, hogyha például a pánik elkapta a buszon, onnantól elkezdi kerülni a tömegközlekedést, hogyha ki is megy, akkor szüksége van egy személyre, mondjuk egy családtagra, aki támogatja, és általában az otthonában van a biztonsági zóna. Viszont ez annyira, hogyha telik az idő, és nem kap, vagy kér segítséget az illető, akkor annyira elfajulhat, hogy már otthon is, vagy éjszaka is előfordulhat. Hát, hogy mindenképp érdemes segítséget kérni még az elején. Az okokról egészen pontos információkkal még nem rendelkezik az orvostudomány, de mégis tudunk-e arról például valamit, hogy örökölhető-e a pánikbetegség, vagy hogy vannak-e olyan tényezők, amelyek arra mozdíthatnak el egy-egy pácienst? Igen. Tehát a felmérések szerint igen, előfordul, hogyha van egy
pánikbeteg első fokú rokon, akkor ötszörös ötszörösen nő a valószínűsége, hogy a gyereknek is jelentkezik. Ezt igazából úgy kell elképzelni, hogy egy hajlam van, de nyilván a környezeti tényezők azok mindig azok, amik beindítják, elindítják a folyamatot, tehát azok nagyon, nagyon nagy szereppel vannak. Nem mondhatni azt, hogy minden rendben van valakinek az életében, és azért, mert a nagymama pánikbeteg volt, egyik nap csak megjelenik ez a zavar. Mi volt a másik kérdés? Lépjünk is tovább, tehát, hogy igazából az érdekelt volna, hogy vannak-e még olyan tényezők, amelyek erre fele vezethetnek. Vannak bizonyos személyiségjegyek, tehát bizonyos személyiségű embereknél gyakrabban előfordul, akik nagyon ilyen megfelelési kényszerben szenvednek, a maximalista, a perfekcionista emberek, azoknak van egy érzékenysége e felé a túlhajszolás miatt, ugyanakkor ilyen életbeli okok, akkor beszélhetünk traumákról, vagy hosszas stresszről, vagy hirtelen fellépő stresszről, valaki szeretett elvesztése, vagy nagy változások az életben, mint például válás, akár egy gyerek születése, tehát nagy változások történnek, az iskolai szorongás is előidézhet. Hogyan kezelhető a pánikbetegség, illetve a gyógyszeres kezelés mellett mit lehet még tenni a felépülés érdekében? Hát mindenképp nagyon jól működik a pszichoterápia, a szupportív terápia, a beszélgetés, a kognitív komportamentális terápia, ami megtanítja a szenvedőt a stressz helyzetek jobb kezelésére, hogy ezért megelőzni a további kialakulást, és nyilván vannak azok a helyzetek, amikor szükséges gyógyszeres kezelés is, de ez a legjobb kettőt ötvözni, ezért is van az, hogy pszichiáterként is nekem kell tudni beszélni az emberrel, nem elég, hogy csak kiírunk egy receptet, mert lehet, hogy követünk mondjuk egy sémát, betartjuk azt a általában 6 hónap az elsődleges kezelés, de hogyha nem változik semmi az ember életében, és közben nem jön rá, hogy mi okozhatta ezt, mi van mélyen, akkor lejár a kezelés, és egy idő után vissza fog térni. Amúgy mekkora az esélye, hogy a pánikbeteg teljes mértékben meggyógyuljon, felépüljön? Én azt hiszem, hogy teljes mértékben fel tud épülni, viszont szükség van arra is, hogy ő közreműködjön. Minél előbb jelentkezik segítségért, annál hamarabb sikerül segíteni is. Hogyha mondjuk egy nagyon, van olyan is, hogy évtizedeken át elhúzódó szenvedés, elzártság, izoláltság, teljes, ugye megromlott teljesen az élet színvonal, nyilván akkor sokkal nehezebb eljutni egy jó pontig, viszont szerintem úgy kell hozzáállni, hogy ezen segíteni kell, és lehet. Felépülése után tennie kell még valamit annak érdekében, hogy ne essen vissza, ne alakuljon ki nála ismét pánikbetegség? Persze, hát egy, hogy kell... Vannak ilyen módszerek? Vannak módszerek, igen. Viszont kell realizálni azt is, hogy mi volt a gond, mi volt elnyomva, mit jelzett ez a, mit akart közvetíteni ez a pánik betegség. És vannak módszerek, amikor ilyen önsegítő, ami szerintem szükséges, hogy tudja, hogyha valaki ebben szenved, mert nem lehet mindig az orvostól vagy a pszichológustól függni, nincs mindig ott. Mondjuk, hogyha elkap valakit egy pánikroham, akkor ami tud segíteni, van egy az alap, amit amúgy nem olyan könnyű megcsinálni, hogy tisztában lenni, hogy oké, ez most egy pánikroham, elmúlik, igen, mindenkinél közös az, hogy halálfélelem, stb., de senki nem hal bele, ez le fog járni, ez nem mindenkinek megy olyan könnyen. Van egy másik a légzési technikák, beszívjuk a levegőt 4 másodpercen keresztül, 1,5 másodperc bent tartjuk, és 8 másodpercen keresztül lassan kiengedjük. Ilyenkor egy nyugalmi állapotot generálunk, hogyha ezt 2 percen keresztül csináljuk, akkor ez megtörténhet. Azon kívül van egy ilyen butterfly tap, angolul ilyen pillangó mozdulat, így ez az ütőgető módszer. Ugyanúgy stimuláljuk a
a paraszimpatikus idegrendszert, ami nyugalmi állapotért felelős, azon kívül bentről kifókuszáljunk, vagy adhatunk egy ilyen sokkot is, hogyha az elején vagyunk még, mondjuk, hogyha van a közelben jég, oda tesszük a jeget a bőrünkhöz. És ez is segít. Segít, mert megint a fókusz az kimegy. Ugyanolyan, mint amikor mondjuk számolok a fejemben, és akkor valaki kívül elkezd mondani 1, 2, 3, és elvesztődök. Mert... Figyeljünk tehát oda ezekre a tünetekre, és ha úgy érezzük, hogy baj van, akkor mindenképpen kérjünk szakorvosi segítséget. Én nagyon sok egészséget kívánok mindenkinek, köszönöm szépen a beszélgetést, és boldog új évet. Viszont. A rovatot a Gedeon Richter Románia támogatta. A hideg téli estéken az egyik kikapcsolódási lehetőséget a filmek jelentik. Ezen a téren pedig Németh Szabolcs előtt kollégámnak ma is van néhány megfontolandó javaslata. Üdvözlöm a nézőket 2024 első mozizomjában. Nézzük, milyen filmek érdemesek a figyelmünkre. A téli ünnepekkor rengeteg mozgóképpel terhelnek minket a mozik és a tévészolgáltatók. Viszont kevés köztük az igazán jó úgynevezett karácsonyi film. Sir, I don't understand. That's glaringly apparent. I can't fail this class. Oh, don't sell yourself short, Mr. Coates. I truly believe that you can. Elmulasztottuk megnézni a téli szünet, avagy a The Holdovers című filmet, akkor mindenképpen pótoljuk. But there are always an unfortunate few who have nowhere to go for the holidays. They're known as The Holdovers. Paul Hanham tanárt senki nem kedveli. Sem a diákjai, sem a kollégái, sem az igazgató, akik mindannyian idegesítőnek találják nagy képűségét és merevségét. Mivel nincs családja és nincs hová menni az 1970-es évek egyik karácsonyi szünetében, Paul az iskolában maradt, hogy felügyelje a diákokat, akik nem mehettek haza. Néhány nap múlva már csak egy tanuló maradt, a 15 éves Angus, a jó tanuló, akit mindig az a veszély fenyeget, hogy rossz viselkedése miatt kicsapják az iskolából. Paul és Angus mellén csatlakozik Mary, a szakácsnő, aki a kiváltságosok fiairól gondoskodik, és akinek saját fia nemrég halt meg Vietnámban. I don't think I've ever had a real family Christmas like this before. Thank you, Mary. You're welcome. Ez a három nagyon különböző magányos lélek rövidesen egy igazi családot alkot, amely két fagyos hét alatt fantasztikus kalandokat él át együtt. I'd like to propose a toast to my two unlikely companions. Are you trying to lick down my shirt? No. Yes. You're gonna get me fired. This is your Rubicon. Do not cross the Rubicon. The Holdovers. A következő filmet, amely a Ferrari címet viseli, nem csak autóbolondoknak ajánlom. 1957 nyarán kezdődik a történet, a Formula 1 látványosan pörög, ám az egykori versenyző Enzo Ferrari fálságos időket él meg. Az ember száguld a kanyar felé, és viaskodni kezd önmagával. Sportember vagyok? Vagy versenyző? Aki az én autómba ül. Győzelemre hajt. Csőd fenyegeti a gyárat, amit feleségével, Laurával a semmiből hoztak létre 10 évvel korábban. Tönkre fogsz menni. Hogy? Csak költesz, nem keresel. Mit évő legyek? Nyerd meg a mélyem ilyen, Tenzo. Vehemes házasságukra rányomta a bélyegét fiúk, Dino közelmúltban bekövetkezett halála is. Azt mondtad, hogy megmented. Megígérted, hogy nem hal meg! Az abbák áltatják önmagukat! Ráadásul Ferrarinak nehezére esik elismernie Lina Larditól született gyermekét, Pierrot is. A versenyzés és a győzelem iránti szenvedélye közben egyre másra próbára teszi mindannyiukat, amikor elindulnak az Olaszország 1000 mérföldnyi területén átívelő Mille Miglián. Természetesen Ferrari magánélete mellett a film maga egy autótörténeti látványparádé.
Két különböző tárgy nem töltheti ki ugyanazt a teret. Egy azon időpontban. Enzo. Verd őket laposra. Ferrari. Ez volt már a Mozizom. Köszönöm szépen a figyelmet. Találkozunk jövő héten is. Kulturális kitekintőnk ma is jó programokat ígér. Vince Simó Franciska már is mondja a részleteket. Üdvözlöm Önöket, sziasztok! Ma január 11-e van, csütörtök. A mai nap szülöttje Kozák Danuta, magyar kajakozó, aki a legtöbb olimpiai aranyérmet nyert magyar női kajakos. 1922-ben pedig ezen a napon használták először az inzulint a cukorbetegség kezelésére. Ez a kimenő, a kultúrkínáló. Maradjanak velem! Január 12-én este 7 órától rendkívüli újévi hangversenyével örvendezteti meg közönségét a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia szimfonikus zenekara. Az előadás során Johann Strauss híres keringői, polkák és indulók egyaránt felcsendülnek. A hangversenynek a már megszokott módon a Marosvásárhelyi Kultúrpalota nagyterme ad majd otthont. Pulzálás. Nem az előadással kezdődik, és nem is vele ér véget, de ebben az egy órában felerősödik. Érzések és érzelmek széles skáláját felszabadító lüktetés ránt magával, amiben elszabadult táncosok a szerelmi kapcsolatok monoton sokféleségét jelenítik meg. Vigyázat, a hatalmas, egybefüggő örvény mindenkit beszippant. Exterápia január 16-án este 7 órától a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem diákjainak előadásában a Stúdió Színház színpadán. A Párosan Szép című előadás a Bekecs Néptánc Színház fennállásának 15. évfordulója apropóján született. A teljesség igénye nélkül összegeznek és elevenítenek fel olyan az évek alatt emblematikussá vált koreográfiákat, melyeket a nagyérdemű közönség már láthatott. Az előadás a mindenkori férfi és nő kapcsolatrendszereit boncolgatja, párkapcsolati konfliktusokat vonultat fel, amelyek ismerősek lehetnek bárki számára. Párosan Szép január 14-én este 7 órától a Dési Kulturális Központban. Köszönöm kedves figyelmüket, véget ért a kimenő. Holnap újra a legaktuálisabb programokkal jelentkezem. Szóval, ha tehetik, akkor ne maradjanak le. Kellemes időtöltést kívánok, viszontlátásra! A híradóban ma Lovász Ágóta mondja a tényeket. Szia Ágóta, melyek a legfontosabb mai történések? Szervusz Barni, gyalogos övezetté válik 3 Kolozsvári utca, a felújítás alatt álló Farkas Egyetem és Szentegyház utca. Az önkormányzat hosszú távú célja, hogy minél több ilyen teret alakítsanak ki. Ola Emese, a város alpolgármestere kifejtette, fontosnak tartják, hogy Kolozsvár központjában legyenek olyan terek, amelyek a gyalogosok számára vannak fenntartva. Hamarosan jövünk a részletekkel, én számítok figyelmükre. Kedves nézőink, műsorunk végén köszönöm a figyelmüket. Ezen a héten még egyszer jelentkezik a Mozaik, így holnap is számítunk Önökre. Legyen szép az este és pihentető az éjszaka. A viszontlátásra!